Hello mindenkinek, Reject vagyok, és hát tudjátok, régen a csatornám csak és kizárólag nosztalgia játékokról szólt, és abban az időszakomban, bár borzalmas minőségi videókat csináltam, úristen, máig kísért még az, hogy milyen borzalmas volt az a sistergés a mikrofonomban. Á, de rossz volt! Na de nem az a lényeg, hanem az, hogy anno régen, keményen, majdhogy nem 8 évvel ezelőtt. Megígértem, mikor kijátszottam a Pokoli Szomszédok első részét, hogy egyszer majd a második részre is időt szakítok. Na most 8 éve volt ma holnap, szóval itt az ideje szerintem, hogy nekiálljunk ennek a második résznek. Szóval szerintem nem is húzom tovább az időt, azonnal álljunk is neki. Ez a játék, ez zseniális, nagyon szeretem. Mondjuk ahhoz képest, hogy mennyire szeretem, nagyon régen játszottam ki legutóbb. Aha, ide kell jönni. Aha, és itt van valami loot, igen. Hozzá kell szoknom ez az egészhez. Mert ezt a részt nagyon régen játszottam, és egy pár mechanika picit másabb benne, mint a többi részében a játéknak. Szóval meg kell szoknom, illetve valamiért Windows 7-en nagyon nehezen működik az egész játék egyszerűen. Konkrétan frapszal nem bírom felvenni full screenen, szóval most per pillanat le kellett vennem a tálcának a... Én nem ott vagyok annál résznél? Mint hogy de feljöttem volna, nem? Na mindegy. Szóval a számítógépem asztalának a felbontását le kellett szednem ahhoz, hogy a játékot window módba rakjam. Még gyere ide le, Woody. Gyorsan. Jó, oké. Szóval most window módba játszom a játékot. Micsoda? Micsoda? Nem rakta oda? Vagy szakítottam? Ah, szakítottam az animációt. Ah, oké, erre figyelni kell. Kicsit lefele. Ó, ezt tudom a kurzorokkal is irányítani. Aj, de jó. Ugye window módban vagyok, mint említettem, és eléggé nehézkes, csak úgy simán az egérrel ide-oda csúszkálni. Mert a... Igen. Mert az egerem az egyfolytában az asztalra megy, és az úgy annyira nem vicces. Azt mondja, van egy lootom, ami egy hajcsat, és ebben a játékban már lehet lockpickelni. Tehát ez zárva van eredetileg, és hogyha használom ezt a hajtűt, vagy mi ez? Ó, oké, megvan, megvan. Akkor ki tudom nyitni ezt a zárt akármit. És a szomszéd most rá van kattam arra a részre. Ezzel nem tudok semmit csinálni? Nem, semmit tudok. Oké, hát jó. Igen. És akkor most gondolom megint néznünk kell, hogy mit csinál a szomszéd. Ja. Visszacsúszkál, visszacsoszog, aztán... Ja, valószínűleg el fogja náspangolni őt az asszony. De az a karakter dizájnt, Jézus úristen, azt hiszem ezt hívják Tonkarankának. Vagy inkább Bellatonnának, én nem is tudom. Csak nem valamit kell majd csinálni azzal a kalappal is. Amennyire az arcunkba van tolva, hogy ilyesmiket csinál. Értitek, az azt, hogy elveri a férjét. Aha, ebben nincs már semmi extra? Nem, semmi extra nincsen. És akkor igen, össze lehet kapcsolni csintevéseket. Hogy fokozzuk az élményt. Összekapcsolás alatt pedig egészen pontosan azt értem, hogy például ezt itt ki tudjuk nyitni, és a szappant, hogyha ide rakjuk, akkor itt szépen le fog szörfölni a szappanon át a szomszéd, és le az óceánba. Tökéletes. Ez a játék, ez felejthetetlen. Nem véletlenül volt annyira meghatározó a gyermekkoromban, ezért mindig nagyon jókat tudok nevetni. És hol mászik vissza? Ja, ott mászik vissza! Igen, itt rendesen szívbajt kap a szomszéd. Na de, erre fel akarunk jönni. Ő most valószínűleg megy föl. Úgyhogy most meg kéne csinálni a spagettis trükköt, amíg ő ott vacakol. Igen, van spagettink, és a spagettit azt rá a kalapjára, hát ha nem veszi észre és a fejébe húzza, tökéletes. És pont jön is vissza. Olyan megkapjuk a 100%-ost?
Mármint a 100%-os dühpontot, vagy minek nevezzem ezt. Még ez még csak a tutoriálit, annyira nem kéne erre rámennem, de kíváncsi vagyok, hogy lehetséges-e. Ó, és megvan! És megeszi a papucsát. Ezt annyira sajnálom, hogy ennek a játéknak az lett a sorsa, ami amúgy, mert az egész szériának. Úristen, mennyi mindent lehet itt csinálni. Wow. Ami mennyi ideig tart ez a videó? Nem akarom túl hosszúak ezeket a részeket, mert ez igazából csak egy ilyen fun game, tehát egy ilyen 8-10 percesre akarom maximum a részeket. Vagy legalábbis 15 perc a maximum, ahhoz szeretnék ragaszkodni. Mert ebből azért 40 percet megnézni egy szúszra, az nagyon sok. Mit vannak itt? Itt ebben el tudok rejtőzni, vagy... Ez mi ez? Találtunk egy cápauszonyt. Igen. Ott vannak angolnák, de hogy azokkal mit tudok csinálni, azt már nem tudom. Mit csinál a szomszéd? Azt mondja, van itt egy ilyenem. A bambusszal azzal mit tudok kezdeni? Cápauszony... Bambusszal tudok valamit csinálni? Nem? Semmit? A szomszéd az most... hasznos dolgokat csinál. Aha. Jó, erre a részre erre emlékszem, meg... Aha. Aha. Még csak bottal lehetett... Aha, most ugye jön fel. Jó, jó, jó. Ha jól emlékszem, bottal lehet rákot fogni. Vagy valami ilyesmi. Aha, a rák egyből beugrott a lyukba, tehát ha ezzel kipiszkálom, akkor lesz egy rákom. De gyerünk, menni fog! Egyre nehezebb amúgy, ahogy telik az ide. Ebben mi van? Vagy csak szimplán el tudom csorni a vödröt? Ó, el tudom csorni a vödröt, akkor azzal lehet angolnát is összeszedni. Azt mondja, hínár. Ezzel mit tudok csinálni? Jézusom, mennyi minden van! Azt hiszem meg is van mind az öt cucc, ami a poéhoz kell. És azt mondja, ezzel tudunk angolnát fogni. Igen, most van egy angolnánk. Itt nincs semmi több. Oké, okay, akkor rá kéne jönnünk arra, hogy miket lehet csinálni. Hát itt... Várjunk csak, fűrészhal! Tehát akkor a fűrészhallal el lehet fűrészelni ezt a hidat. A híd alá be lehet rakni az angolnát, hogy megrázza a szomszédot. Akkor azt a gerebjét ide lehet állítani, és el lehet ásni hínárban. A rákot az bele lehet rakni abba, amikor sörözik, akkor a rák ráharapjon a kezére. Illetve van egy cápa uszonyunk, ami arra jó, hogy megijesszük a szomszédot, mert rárakik a gyereknek a tenger alatt járójára ezt a cápa uszonyt. Hú, ez bonyolult lesz. Ó, ez nagyon-nagyon sok feladat lesz egyszerre. Egyelőre a szomszéd forduljon egyet, aztán nekiállunk. De azt hiszem a tervem az megvan. Erre emlékszem már, egyébként szerintem legalább 5 éve nem játszottam ezt a játékot, de erre emlékszem, hogy miket lehet nagyjából csinálni. Na, menj lefele! Sis-sis! Jó. Mászunk erre, itt hozzáadjuk a vízhez ezt. Itt szétfűrészeljük ezt. Oké. Okay. Még valamit olyan fűrészelhetünk? Igen, ott fekszik egy darabig, viszont azt meg kéne várni, hogy a kölyök eleget szórakozzon. Igen, ott sörözik, arra lesz majd szükségünk a rákos trükknél. Viszont... Miért sír a gyerek? He? Nem tudja magától berakni a víz... Ah, mindegy, tudjátok, hogy nem érdekel. Jézus úristen. Igen, tehát akkor most megy oda a kis tenger alatt járó. Egyelőre ide mászunk, aztán amint a szomszéd fölmegy, azonnal nekiállunk itt mindent is megcsinálni. Még ezért valószínűleg pont nem fogjuk látni azt, hogy mit rendeztünk vele ott fönn. Igen, azt mondja, hogy ezt ide rakjuk. Erre rárakjuk ezt. Ebbe berakjuk ezt. Igen, tökéletes. És ennek a gyereknek pedig rárakjuk a tenger alatt járójára ezt. Jó, oké. Okay. Jó, tehát megvolt a trükk, beleesett a szomszéd a vízbe és megrázta őt az angolna. Tökéletesség. Jó, akkor most jön az a rész, hogy...
Most kifekszik napozni, hogy lehet ezzel kellett volna kezdeni ezzel a résszel. Pont fordítva. Na mindegy, a tervem megvolt. Én megpróbáltam komolyan. Amúgy egy dolgot meg lehet jegyezni ezzel a játékkal kapcsolatban. A soundtrackje az nagyon jó. A zenei annyira illenek hozzá. Én nagyon szeretem. Na. Ez az plusz egy. Így szépen bemegy oda, új jön a cápa! Az a hang, amit ki tud adni! Meglettem ugye a 100%? Amúgy megkaptuk a 100%-ot, ahogy elnézem. Nagyon király! Jó, akkor a következő részben innen folytatjuk. Szóval ha addig is valami kérdésetek lenne, akkor nyugodtan dobjátok egy kommentet ide a videó alá, vagy esetleg írjatok a firejack@gmail.com-os e-mail címemre. Na de akkor találkozunk legközelebb, szombaton vagy vasárnap, amikor az új Code Vein rész jön.